Székesfehérváron már megkezdődött a Szent István ünnepe köré szervezett összművészeti fesztivál. Ahogy azt láthatják, időutazásra invitálnak mindenkit a koronázási ünnepi játékok keretében. Szombaton délután és vasárnap életre kel a történelem középkori forgataggal. A főutcán napjában többször is megjelennek az 5 méteres óriás bábok. A koronázási szertartás játék szombaton és vasárnap a Nemzeti Emlékhelyen 21 órakor kezdődik. Második András koronázási liturgiáját és életét ismerhetik meg. Augusztus 20-án népművészeti fesztivál is lesz. 17 órakor Szent István sírjához vonul a Királyok menete és a Kárpát-medencei néptánc együttesek zarándoklata. Táncra magyar címmel 19 órától gálaműsor, 21 órakor ünnepi tűzijáték lesz. Ezekkel a programokkal várják tehát az érdeklődőket Székesfehérvárra. Történelemről és hagyományokról ugye esett szó, és azt hiszem úgy olvastam, hogy éppen második Andráshoz kötődik az, hogy Székesfehérváron ülték meg a királyi napokat, törvénylátó napokat, ami egy hasonló jellegű ünnep volt. Ezt gondolom, hogy akkor a székesfehérvári királyi napok is egy ilyesfajta történelmi háttérhez nyúlik vissza. Hát igen, maga a királyi napok is innen ered, főleg így most már, amikor több rendezvény együtt van, hiszen amikor még csak a Néptánc Fesztivál jelentette a királyi napokat, akkor még csak a néptáncról, de az is a hagyományokhoz nyúlik vissza, az is erről szólt. Viszont amikor 2013-ban először megszerveztük a Székesfehérvár királyi napokat, amikor már több rendezvény került bele ebbe a programsorozatba, már akkor visszanyúltunk a gyökerekhez. Szent Istvánnal kezdtük ugye 2013-ban, így lépünk előre és előre, de mindig visszatérve az ősökhöz, mindig visszatérve az előző királyainkhoz, hiszen a jövőnk is úgy tud épülni, hogyha a múltunkra támaszkodunk és a múltunkat értékeljük. Úgyhogy mindenféleképpen azt hiszem, mind a 11 napot, bármilyen rendezvény is legyen az utcán, a Nemzeti Emlékhelyen, akár beltéren kiállítás megnyitókat, hogyha említek, vagy szakmai konferenciákat, hogy igen, a múltunkra támaszkodunk, és felidézzük itt ebben a pár napban Székesfehérváron második Andrást és az ő uralkodását. Ugyanakkor a jelenről is szól, meg hát a jövőről is, hiszen számos fiatal, könnyed programban vagy monstre produkció. Igen, ez igazán egy összművészeti fesztiválnak nevezhető, hiszen valóban minden stílust meg lehet találni, mindennek megvan a maga helye. Mint ahogy a muzika szakrának és a szertartásjátéknak a Nemzeti Emlékhely, ahol a lelkekben akarjuk felépíteni a Nagy Boldogasszony bazalikát, hogyha már itt nem láthatjuk ugye magunk előtt. Az Icsi színpadnál a könnyedebb műfaj elérhető, hiszen itt könnyű zenei koncertek és a Néptánc Fesztivál gálaestjei lesznek. Az utcán pedig folyamatosan pörögnek majd a programok, és hömpölyögnek az emberek, mint ahogy tapasztaltuk is az elmúlt években, és reméljük idén is minden kegyes lesz hozzánk, akár az időjárás, akár az, hogy nagyon sokan ellátogatnak hozzánk, hiszen nagyon sok fehérvári kijön ilyenkor az utcákra, nagyon sok mosolyt látunk az arcukon, és nagyon sokan jönnek el máshonnan is, akár országon belülről, akár külföldről, hiszen németet, oroszt, angolt, minden nyelvet lehet hallani ilyenkor az utcán. Sőt, hát az idei évben, hogyha jól emlékszem, éppen tegnap Szikora János említett, hogy Kárpát-medencéből is érkeznek ide fiatalok, akik most statisztaként mutatkoznak majd be a szertartásjátékon. Igen, őt augusztus 13-án fognak érkezni, és csatlakoznak be a próba folyamatba, úgyhogy ez egy igazi nagy összefogás eredménye. Egy összmagyar. Így van, egy összmagyar produkció lesz ez is, és ugyanúgy a 20-ai napunk is, augusztus 20-án érkeznek hozzánk a Kárpát-medence több részéről néptánc együttesek zenekarjaikkal, és végigvonulnak az óriás bábjainkkal, a Fehérvári Királyok menetével, utána pedig egy magyar esten lehet velük találkozni majd az Icsiligetben. Maga a kocsmáros nem ért. A Szabad Színház az, akit itt a Városház téren mindenkit bevonnak. Tehát aki nem célirányosan jön ide, és szeretne részt venni interaktív programokban, az is megkapja előbb-utóbb a magáét. Tehát vagy a nyakába fröccsentenek egy kis frissítő vizet, vagy igen, Fertő Laci oda csábítja, és felcserként valami érdekes dolgot fog rajta művelni, ami valóban vicces, viszont azért utal egy kicsit azokra a középkori hagyományokra,
amiket annak idején például az orvosok ugye, műveltek az emberekkel, mert azt nem mindig nevezzük mondjuk gyógyításnak. De ugyanúgy a Jósok utcájába is el szoktam menni, hiszen ott vannak Várad Eszter Sárályék, akik nagy szeretettel és fogadnak. És egy szuper hörcsög. Igen, minden alkalommal. A Hörcsög Jósdánk az egy nagyon nagy siker lett, annak nagyon örülök, az egy régi vágyam volt, hogy megvalósítsuk. A hörcsögökhöz évről évre visszatérnek a látogatók, és elmondják Keller Jánosnak, aki ott a hörcsögök őre felvigyázója és a jós, aki jósol a hörcsögökkel, hogy az előzévi jóslatok például beváltak-e. Van egyébként egy titkos mondóka, pont a minap beszélgettünk bent a kollégákkal, és kénytelen voltam felhívni Jánost, mert elfelejtettem pedig egy nagyon könnyen megjegyezhető mondóka. Sajnos most nem árulhatom el, mert esküdtettem neki, hogy nem adom ki a titkot. Igen, azt hiszem, hogy én is emlékszem rá. Hörihörivel kezdődik. Igen, a hörihöri, igen. Hörcsög, vagy hörihöri valami ilyesmivel kezdődik valóban. El kell menni, jósoltatni kell a hörcsöggel. Ugyanúgy, mint a többi helyszínen is, a középkori zenét meghallgatni, a bábosok terére ellátogatni. Az országzászló téren is lesznek izgalmas programjaink. A koronázás ünnepi játékokról beszélünk, ugye most, aki véletlenül nem tudná, hogy ez ebben az időszakban zajlik. Az Zicsi ligetet pedig belakják a hagyományőrzőink teljes mértékben, és most a lovas csapataink is oda fognak kerülni, úgyhogy teljesen belakjuk az egész Zicsi ligetet. Zicsi ligetnél nagyon sok minden fog történni. Ugye ahogy telik az idő, egyre több programunk van, annál inkább belakjuk a belvárost. Tehát most már kinyúltunk egészen az Zicsi liget végéig. Itt lesz velünk Szabó Balázs bandája is, And and the Barbies Kis Tibivel kiegészülve. Igen, sokan várják Kis Tibit Annáikkal együtt. És a Fehérvár Big Band készül egy nagyon jó kis produkcióval, egy swinges, táncos sokkal kiegészített produkcióval. Akkor mondhatjuk azt, hogy valójában egzotikus táncoktól, történelmi hagyományokon át, vásári forgatagig, akkor tényleg a tradíciókig minden érdekesség. Fényjáték, hiszen igen. Azért lesz újdonságunk 3D, is fényjátéként, 3D-s épületvetítéssel a bíróságon. Ezen kívül ugyanúgy a szokás szerint II. András életét felelvénytő történelmi képregény a főutcán, és Falvai Miklós médiaművész nem hagyhatjuk ki, aki már évek óta itt van velünk. Ő pedig 17-től 20-áig 3 épületre fog vetíteni nagyon izgalmas játékokat. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Závodszky Noémi színművésznőt és Sági Tamás színművészt, a Vörös Marti Színház társulatának tagjait, hogy itt vannak velünk, és egy kicsit beszélgethetünk a szertartás játékról, meg hát a közelgő napokról. Nálatok is akkor már elkezdődött gőzerővel a próba folyamat, gondolom én. Így van, én is köszöntöm a nézőket. Elkezdődött bizony már, azt hiszem, hogy 2 hete gőzerővel próbáljuk a szertartás játékot. Úgyhogy a közepén tartunk. Igen, meg volt az olvasópróbánk, kiérkeztünk a helyszínre, egyre jobban épül fel a produkció, egyre többen ugye lerendelkeztük, most már jönnek táncosok is hozzánk, ma már volt délelőtt bent a színházban kórussal is próba, és akkor ilyen szépen bővül és tágul az egész. Akkor ez egy ilyen folyamatos építkezési időszaka, mondhatjuk ezt? Ez így van, abszolút. Igen, abszolút. Most még csak mi színészek próbálunk, de már pár napja megérkeztek a gyerekek is, mert hát nem árulok el nagy titkot, vannak gyerekszereplők is. Most csatlakoztak hozzánk fiatal kollégák még, akik kisebb szerepeket játszanak. Tegnap megérkeztek a kamerások, akik hát felveszik ugye a bizonyos részeket, pontosabban az egész szertartás játékot, és ugye nagy kivetítőn majd látni fogják a nézőt. Hát ők azok, akik közre működnek, és láthatjuk a kivetítőn az ő gyerekeiket. A vizuális csapat. Igen, és a tegnapi próba, legalábbis az én részemről, azzal telt, hogy azon kívül, hogy nyilván próbáltunk, egyfolytában néztem hátra, hogy a lefaló mi látszódik, mert olyan gyönyörű képek vannak benne. Van egy ilyen óriási nagy, amit a János Cunaminak hívotta, hogy ahogy a víz így visszafordul, gyönyörű, és így az embernek így kedve lett volna, főleg ebben a nagy melegben így csobbanni egyet, olyan életszerű és éles. Mondjuk ez a helyszín, vagy maga az, hogy szabadtér van, letfal van, meg viszonylag egy nagy terület, ez másfajta a színészi játékot, vagy színészi játékkal kapcsolatos technikát kíván a részetekről? Nagyon érdekes, mert összetett, mert ugye vagy filmen dolgozunk, teljesen mindegy, hogy televízióban, vagy mozifilmen, vagy színházban, és mind a kettő másfajta munkát, technikát igényel, és valahogy olyan érdekes volt, nem, hogy
tegnap, hogy ezt a kettőt ötvöznünk kell, hogy kicsit filmesen is dolgozunk, mert nem mindegy, hogy hogy állunk és mi látszódik ugye a kivetítőn, de közben meg egy színdarab, ahol a nézők is adott helyszínen ülnek, és ennek vannak ilyen kis fura ügyes csalásai, hogy ezt hogy tudjuk a kettőt összehozni és ötvözni. Igen, ez a kettőnek a vegyüléke. Egyetértek a Noémivel. Hát egy picit speciális a dolog, igen. Igen. Így van. Speciális dolog, mint hogy a maga a szertartás játék is. Hát lélekben hogyan készültetek a szereposztásra? Ki hogy tudta meg például, hogy mondjuk ő most részese lesz az idei évben is majd a programnak? Én bevallom őszintén, hogy én évad végén megkérdeztem. Nem bíztam a véletlenre. Én nem bíztam a véletlenre, mert tavaly nagyon későn tudtam meg, és egy kicsit felborított nekem egy forgatást. És én csak annyit kérdeztem, hogy én csak azt szeretném tudni, hogy egyáltalán, hogy számítsak rá, vagy ne. És ja, persze, persze. Tehát, hogy én így tudtam meg valamikor nyár elején, nem is tudom, körülbelül az évadzáró környékén. És a szövegkönyvet pedig valamikor talán július végén kaptuk meg, vagy közepe vége fele, ha jól emlékszem. Nem tudom, augusztus 1-től kezdtünk el próbálni. És akkor, hát én otthon, én ilyen szorgalmas diáklány voltam mindig, és én nagyon sokat foglalkoztam vele, olvasgattam, tanulgattam, nyilván boncolgattam így magamban is, hogy lehet ezt majd, hogy színes legyen, megfogalmazni, vagy előadni. De hát igazából ez úgy is itt derül ki, hogy hogy alakulunk mi is, meg a szerepek is. De hát erről bővebben a koronázandó király fog beszélni. Igen, igen. Hogy tudtad meg, hogy második András leszel? Igen, én is Noémivel egyetemben előre menekültem, mert én most már 4 éve játszom az Egri Pince Színházban nyaranként, és most is volt egy új bemutatóm, plusz fel kellett újítani a régi darabokat, úgyhogy 18 előadást játszottam Egerben, és hál' Istennek én is filmeztem, ráadásul egy elég nagy szerepet egy nagy játékfilmbe, úgyhogy muszáj volt rákérdeznem, hogy számít csak erre, mert akkor úgy kell beosztanom az időmet. És hát közölte János, hogy igen, és valószínűleg te leszel második András. Ó, hát mondom, ez csodálatos. És ezt, hogyha jól emlékszem, akkor a liftben hangzott el. Igen, 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 ez pont a liftben, mert én is beszálltam a liftbe, ott volt János, hát mondom, a legjobb alkalom, úgyhogy gyorsan rá is kérdeztem, és közölte is, hogy persze-persze úgy néz ki, hogy igen, és hogy valószínűleg te leszel második András. És hát ez így is lett, úgyhogy... Én is megkaptam a szövegkönyvet, én nem voltam ennyire jó kisfiú, mint a... Illetve én is jó kisfiú vagyok, és igyekszem felkészülni, de most nem tudtam pont az egri játékok miatt, úgyhogy én egy kicsit beestem ide, és egy kis handicappel indultam, de azt hiszem, hogy behoztam ezt a lemaradást. De ettől függetlenül azért természetesen most már nem egy nagy dolog utána nézni, akár... a Google, vagy szóval bárhol tényleg az ember utána nézhet ezeknek a királyoknak, meg egyáltalán ennek a kornak, hogy is képzeljük ezt el. Persze nyilván vannak elképzeléseink, meg gyerekkorunkban emlékszünk az iskolában, amit tanultunk, de hát ezek csak így tényleg ilyen emlékképek, és én ezt már mondtam az első sajtótájékoztatón, én egy nagy trónokharc fan vagyok, és nekem hát ez trónokharc a köbben tulajdonképpen. Tehát, hogyha egyszer csinálnának itt egy hasonló sorozatot, vagy egy filmet, hát valami egészen elképesztő. Simán megélnének a magyar történelemből. Szeretnék csatlakozni, mert nekem nagy álmom, hogy egy kosztümös filmbe szerepeljek, és ez még nem teljesült. Hát többször mondjuk el, minél hangosabban online is nézhetnek minket, hát ha valahol valaki meghallja. Igen, de nagyon izgalmas kor, és nagyon összetett személyiségek ezek, hogyha az ember beleássa magát. Szóval nem jók vagy rosszak. Én most már harmadik alkalom, hogy részt veszek bennem, és azt látom, hogy nagyon sok kényszerpálya is van ezeknek az embereknek az életében. Szóval sokszor hoznak olyan döntéseket, amik az iskolában úgy tanultunk, ugye, hogy akkor mondtak valamit, akkor azt parancsba adták, és akkor ez így volt. De sokszor úgy hozták ezeket a döntéseket, hogy ők maguk sem mindig hittek benne, vagy nem ez volt minden esetre az ő elképzelésük, de meg kellett lépniük. Úgyhogy érdekes, igen.
Nagyon érdekes volt, hogy mindketten ugye harmadszor szerepelünk ebben a produkcióban, illetve a koronázási szertartás játékunkban, és most volt nekem ugye első alkalommal, hogy úgy kezdődött az olvasópróba, hogy a János szinte egy történelem órát tartott nekünk elég hosszan, az egész korról, a világról, nem csak Magyarországról, hanem hogy akkor, tehát hogy képzeljük el ezt az egészet folyamatában, az Árpádházi királyokon is így sorba végigmentünk, hogy mik történtek akkor Európában, és így nagyon érdekes volt hallgatni, és én már egy ideje leszoktam arról, hogy ne ítélkezzek semmikor, semmilyen szituációban, mert sosem tudhatunk semmit, de ez aztán egy olyan bonyolult időszak, hogyha belegondolunk az egész történelem, hogy most tulajdonképpen kinek van igaza egy adott szituációban, hogy tényleg nem szabad senkire rámondani semmit, mert nem tudhatjuk, hogy kit milyen szándék vezérelt, vagy ezt miért csinálta, vagy én például nagyon sokat gondolkoztam ugye a tavalyi szerepemen, hogy nem lehet, én se tudtam a saját figurámat egyértelműen, hogy most elítéljem azért, mert hogy az egyik fiával ezt csinálja, de hát azt azért csinálja, mert védi a másik fiát, tehát igen, ahogy ő is, ez olyan összetett ez az egész történelem, és nyilván ebből mi most egy szeretet próbálunk megmutatni, és nyilván megpróbáljuk belesűríteni, ami szinte képtelenség, de azért mi megpróbáljuk. Sok szeretettel köszöntöm Cserpalkovics András polgármestert és Szikora Jánost, a szertartás játék rendezőit. Hátam mögött már kibontakoznak a második András szertartás játékának az elemei, amelyek idén kicsit különböznek az eddig megszokottól. Máshol vannak a tornyok, más a koronának az elhelyezése és egyéb vizuális meglepetések, amelyekről most nem szeretnék beszélni, de mindenképpen újdonságként hatnak majd idén is. A színészekkel kezdtük el a próbát, holnap jön a zenekar, a zeneszerző, a kórus, 60 lelkes, határon túli diák is kapcsolódik a szertartás játékhoz. Idén az ő részvételük ad egy olyan különleges érdekességet, mint ahogy tavaly a fiatal cirkuszművészek. A szertartás játékok történetében egy ízben fordult elő, a Szent László szertartás játéka volt, ahol a nagyváradi kapcsolat kézenfekvőként mutatkozott, és ez volt az első olyan alkalom, hogy a határon túl kinyúltunk, hiszen ez egy koprodukcióban valósult meg, nagyváradi kórusok, nagyváradi gyerekek, nagyváradi színészek jöttek és kapcsolódtak ebben a játékban, és akkor megéreztük azt, hogy igen, ennek azért van egy az egész kárpát-medencei magyarságot megszólító üzenete ennek a szertartás játéknak, de jó lenne, hogyha tudnának erről. És hál' Istennek, hagyd tegyem hozzá, tudnak. Tehát egyre intenzívebb a jelenlétünk, a nyoma mindannak, ami itt történik, most már immáról 6. éve, és hagyd tegyem még hozzá egy polgármester úrhoz kapcsolódóan, hogy kis ihletet nyerjek, néhány héttel ezelőtt ellátogattam Sárospatakra, Szent Erzsébet szülő házát nem mondhatom, mert abban vita van, hogy hol volt a háza, de mondjuk úgy, hogy szülőhelyére. És meglepett, hogy Sárospatakon milyen nagy étosza van Szent Erzsébetnek, mennyire intenzíven ápolják, nem csak néhány lelkes múlttal foglalkozó ember, hanem az egész város mennyire magáénak érzi Szent Erzsébetet, ezt az óriási történelmi szakrális hagyományt, és hagyd tegyem hozzá, hogy ebből aztán egy kis együttműködés is született, hiszen a Szent Erzsébet Alapítvány, amely ápolja ezt a kapcsolatot, nagymértékben hozzájárult az idei szertartás játékhoz, hiszen számos korabeli jelmezt adtak nekünk kölcsön, és ráadásul egy vándor kiállítást is elküldtek Székesfehérvárra, tehát az érdeklődők szeptember 21-é, vagy augusztus, szeptemberig nem, de augusztus 21-éig a Színház előcsarnokában egy nagyon tartalmas és szép Szent Erzsébet vándor kiállítást láthatnak. Mondhatjuk, hogy ez is célja lehet egy ilyen nagyszabású programnak, hogy egy kicsit az identitás tudatot erősítse, vagy akár a közösségek közötti kapcsolatot. Mi valljuk azt, hogy egy több mint 1000 éves város, amelyik egyébként a mában is egy erős, fontos városa ennek a nemzetnek, az megmutathatja azt, hogy igenis lehet értékeinket, hagyományainkat tisztelni, történelmünkre büszkének lenni, de egyúttal egy modern, jó hangulatú várost építeni, és ez a kettő nem kizárja egymást, hanem egymáshoz kötődik, egyik sincs a másik nélkül, és azt gondolom, hogy ez a másfél hétben is meg fog jelenni, vidám, mosolygós embereket fogunk reményeim szerint nagy számban látni a belvárosban, de
értéket, igenis értéket is közvetítünk, emellett hagyományokról beszélünk, emellett büszkék vagyunk a történelemre. Szerintem, aki a koronázási szertartás játékon ott ül a nézőtér bármely pontján, és belegondol abba, hogy ennek a legfontosabb része maga a szertartás, ami mégiscsak ennek az államiságnak a legfontosabb megjelenése volt közjogilag, ugyanúgy, mint szakrálisan, az ott fizikailag azon a helyen történt, ezzel a szövegkörnyezettel, ahogy ez a szertartás játékban elhangzik, és ahol elhangzik, az azt gondolom, hogy igenis egy erős büszkeség. Ha ez így hat ránk, akkor pedig úgy gondolom, hogy talán a mindennapok szintjén is ez nagyon sok mindenben egyfajta támogatást tud jelenteni, és úgy látjuk, hogy évről évre rengeteg ember tudunk megmozgatni, rengeteg ember jön be a belváros különböző programjaira, napközben is, este is, késő esti órákban is tele van élettel a belváros, tehát látszik, hogy ezt nem csak néhányan gondoljuk így, hanem nagyon sokan szerencsére erre ezt csatlakoznak, és nem csak Fehérvárról, hanem számos turistát fogunk vendégül látni, tele lesznek a szállodák, és tegyünk hozzá, hogy ezen közül nagyon sok zarándokot, aki kifejezetten jön Szent István ünnepén annak érdekében, hogy Szent István városában, a nemzet történelmi fővárosában rója le tiszteletét. Tulajdonképpen ez volt az egyik gondolat is, ami elindította annak idején a szertartás játékot az útjára, hogyha jól emlékszem, mert beszélgettünk már erről néhányszor. Ez így van. Én azt gondolom, hogy minden egyes szertartás játék arról tesz tanúbizonyságot, hogy egy rendkívül gazdag történelmi múlt örökösei vagyunk, és ezek a szertartási játékok tulajdonképpen ezt az örökséget teszik élővé minden egyes évben. Tegyük hozzá, hogy igazgató úr első igazgatói pályázatában szerepelt az a gondolat, mert most szerénység okán nem citált ide, de én ezt megtehetem, hogy lelkekben fölépíteni ezt a bizonyos koronázó templomot, koronázó bazilikát. És bizonyos értelemben úgy gondolom, hogy a királyi napok vonatkozásában és a koronázási szertartás játék tekintetében ez mindenképpen meg is valósul. Ezt köszönöm, hogy ezt polgármester helyettem elmondta. Én csak annyival hagy egészítsem ki, hogy amikor meg szokták kérdezni, hogy én mire vagyok a legbüszkébb, én őszintén szólva nem a színpadi sikerekre, hanem arra néhány, nem több, de néhány másodpercre, vagy néhány pillanatra, amikor az ember egy színházi produkciót nézve egyszer csak átlendül. És már nem egy színházi produkciót lát, hanem valóban létrejön az a varázs, amiről a polgármester beszél, hogy picit, na most, mintha azt érezném, mintha ott vagyok, mintha benne lennék, és ez a, mintha benne lennék, mintha ott lennék, igen, ez az a virtuális fölépítése a bazilikának, ami egy nagy álom, és ami hál' Istennek, majd immáron 6. éve ez meg is valósul. És talán még egy kis történet ehhez, azt hiszem, hogy érdemes, hogy legalábbis, hogy hozzátegyük. A pár évvel ezelőtt, egy augusztus 20-án egy nagy számú, több mint 100 fős csángó csoport járt a városba, egyébként az azóta többször meg is és megkérdeztem tőlük, hogy hát miért pont itt vannak augusztus 20-án, és rám nézett egy hölgy, és csak annyit mondott, hogy nem is érti a kérdést, hiszen minden magyar embernek egyszer el kell zarándokolni Szent István városába és Szent István sírjához. És azt hiszem, hogy ebben a gondolatban minden benne volt, ami ehhez a városhoz kötődik. Ugye mi, akik minden nap itt élünk, és nyilván otthonunként szeretjük ezt a várost, mi büszkén valljuk ezt, de emellett természetes is. Érdemes azt gondolom, hogy néha egy kicsit megállni, és egy kicsit átgondolni, hogy hol is élünk, és mely városnak vagyunk mi a polgárai. És még egyszer, és ez nem zárja ki azt, hogy egyébekben ebben a másfél hétben mindenki jól érezze magát, sétáljon, barátok, családok, ismerősök találkozási pontja legyen a belváros, leüljenek, beszélgessenek kávézók, éttermek teraszain, és egyáltalán legyen jó hangulata ennek a másfél hétnek itt augusztus közepén. Éljen a magyar vitézség! Éljen a magyar vitézség! Éljen a magyar királyság! Éljen! Éljen! András király! Éljen! Vitézek föl! A körhöz! Figyelj! Fegyveres!
Tisztelt! Legy! Legyer! Le! Rend! Figyel! Vesz! Oszolj! Nos, hát nagyon szépen köszönjük ezt a látványos és izgalmas felvezetőt, és csata után egy izgalmas korba András király, második András korába utazhatunk. Mondhatjuk azt, hogy egy élő történelem órán vehettünk részt. Itt vendégeinkkel, Matúz Jánossal, színházművészeti intendensával, a koronázás dramaturgával, valamint Varga Gabriella színművésszel. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Szervusztok, köszönjük a meghívást. Köszönjük. Megfelelő volt a ráhangolódás. Igen, dobog a szívem rendesen, igen, tele voltak energiával, tesztoszterontól túláradó produkció volt, 35 fokban, nem irigylem őket. Nem, és hát egy ízelítőt kaphattunk egy szintén izgalmas korból, hiszen hát a középkorban az ilyen jelenetekben nem volt hiány, mondhatjuk ezt, nem? Hát ugye a korabeli vitézség az vadkaszabolásról szólt. A második felvonás az a felcsereknél volt az átsátorban, az legalább olyan véres mészárlás volt, mint maga a csata. Ez egy nagyon szép kor volt, mert itt még a személyes virtus, a személyes képesség ember-ember ellen való küzdelemben eldőlt, hogy ki a jobb vitéz. Aki jobban bírta forgatni a kardot, a szekercét, az ólmosbotot, az túlélte a csatát, és hős lehetett. És egy ilyen szertartás játékra való felkészülés kapcsán gondolom, hogy a történelem a nyári szünetben is szervesen jelen volt a mindennapokban. Igen, kaptam egy kis házi feladatot a nyaralásra, de egyáltalán nem bántam. János adott nekem egy pár száz oldalas tanulmányt, hogy ne unatkozzak és fel tudjak készülni, de nagyon izgalmas volt különben. De még talán ennél is izgalmasabb volt, ez egyáltalán nem hagyományos olvasópróbánk, ugye mi minden darabot így kezdünk, és amit az igazgató úr, hát nem tudom hány óra hosszán keresztül, de igen részletgazdagon és tartalmasan egy történelem órát tartott nekünk tulajdonképpen, és nagyon érdeklődéssel hallgattuk, hiszen nyilván ilyenkor az képtelenség, hogy kizárólag csak az adott karakterrel foglalkozzon az ember, hanem hogy egyáltalán hol és mikor vagyunk. És ez az időutazás, amit most egyelőre még fejben, remélem, hogy majd a színpadon is így meg fog szépen jelenni, vagy legalábbis pillanatokra ez megjelenik, ahogy az igazgató úr is mondta, hogy amikor ő is több előadáskor volt, hogy megérezte ennek akár csak a szelét, az biztos egy izgalmas dolog, hogy mi is és hogy is volt akkor. De igazából ennek a tanulmánynak a lényege az volt az érdekes, hogy tehát nagyon nehéz itt pontos képet kapnunk, tehát nagyon sokféle krónikából és mindenféle információból próbálták összetenni, konkrétan ugye ezt a nemzetközi hírű merényletet. De egy előadásban mégiscsak muszáj szerintem rendezőnek is, de színészként is valamilyen döntést hozni, hogy most végül is mi történhet, hát azt nem tudjuk pontosan, de hogy mégis a karakter az merre felé visz. Hát most ezt ilyen színészi nyelven mondom, hogy karakter, furcsa ez, mert egy élő szeméről van szó. Úgyhogy nem csak egy írói fantázia, hanem vannak konkrét tények a történelemben. A konkrét tényekre meg mindig odafigyeltek, hiszen azért magának a szertartásjátéknak a menetét, a liturgiáját is komoly előtanulmányok előzték meg, igaz, János? Hát ugye nem titok, hogy minden befejezett szertartásjáték egyúttal felkérés a következő évi szertartásjátékhoz szükséges előmunkákra. Ugye az a csalás, vagy az a furcsa ebben a dologban, hogy mi úgy ülünk itt és beszélünk itt, mintha ez itt és most történne, ezek a figurák, akik azt a színészek színpadon ábrázolnak, ezek közöttünk élnének, a napi életükről beszélgetünk, de hát ez 800 évvel korábban történt. Ne felejtsük el, hogy alig néhány éve írták meg a halotti beszédet, és még az Ómagyar Máriás irodalomnál nem vagyunk, az még nagyjából 80-100 év múlva fog megszületni. Tehát irdatlan történelmi távlatból húsozzuk mi itt fel a színpadra ezt a történetet, és megpróbáljuk azt a kevés információt, ami kikutatható az egyes történetből, a lehető legautentikusabb formában beépíteni egy fikcióba. Egy fikcióba, ugyanakkor egy olyan helyszínen, ahol akkor egy ilyen Európa szerte híres katedrális állt, egy hatalmas, monumentális épület, a Szűz Mária Prépostság.
Ugye ezt szoktuk mondani, hogy gondoljátok, vagy gondolja el a közönség azt, hogy jurtákban, földszintes házakban laktak a magyarok jelentős részét Fehérváron körbe, és fölmagasodik körülöttük ez az irdatlan nagy égbetörő nagyboldogasszony bazilika, már abban a formájában is ugye Európa 15 legjelentősebb székesegyháza közé tartozott. Tehát valóban lélegzetelállító volt ez az építmény, amely az ég felé tört, és belépve nem is volt kérdése a beérkezőnek, hogy mi is a dolga. Ez az, amit említettél, hogy ez egy kicsit ilyen lútbőrös élmény a színészeknek is ezen a helyszínen játszani? Hát hogyne, igazából én most kezdek ennek a helynek a szellemével így ismerkedni, de már most így próbák alatt is, főleg amikor beborul az ég, hatalmas szellők kerekednek, és most viccet félretéve, de ilyenkor ugyanúgy egy színész is elkezd ilyenkor ennek a helynek a szellemével ismerkedni, még akár egy próba alatt is. Tehát azon kívül, hogy most még bármi készen lenne, vagy egyszerűen csak ott állni, vagy egyszerűen elmondani 2-3 mondatot. És hát érdekes nagyon, az biztos. Hogyha már a tanulmányokat említetted, meg a sajátosságokat, akkor az idei történet kapcsán mik a fontos momentumok, amiket kiemelnél, János? Rengeteg van, hát tudom. Én egyet szeretnék kiemelni, aminek Gabi a részben szenved, részben aktív alakja, hogy ez a legelső olyan koronázásunk idén, 6. alkalommal, amikor 2-ös koronázásról van szó. Eddig mindig az volt a helyzet, hogy egy adott fiatal királyt megkoronáztak, majd később megnősült, a királynét pedig valahol később megkoronázták. Itt most gyakorlatilag egy nős emberről van szó II. András személyében, tehát most előjött a 2-ös koronázás problematikája. És ezzel gyakorlatilag egy 800 éves perpatvar közepébe csöppentünk. A perpatvar két főszereplője, egy belga egyházi ember, Róbert püspök, és János érsek, az esztergomi érsek. 2015-ben elérte valahogyan János érsek, hogy II. András II. Feleségét, Jolantát, ő koronázza és kenje föl. Ez egy nagyon ambíciózus Robert nevű veszprémi püspöktől halálos haragot váltott ki. El is futott egészen a Vatikánban, a 3. Ince pápához, bepanaszolta ezt a világra szóló botrányt, amikor is éppen azon az évben, novemberben 3. Ince egy zsinatot hívott össze, és zsinat elé hívatta bizony János érseket, hogy mi is történt ott. A két főpap nem tudott megegyezni. Azt mondta János, hogy de facto az esztergomi érsek ken és koronáz minden királyt. Azt mondta de jure a veszprémi püspök, hogy már pedig Gizella királyné óta, vagyis Szent István felesége óta, bizony-bizony minden magyar királynét a veszprémi püspök szentelt, tehát kent fel és koronázott. Nem tudtak dönteni, és végül is 2016-ban 3. Inca következőképpen döntött. Az esztergomi érsek keni és koronázza az uralkodót, a veszprémi püspök keni és koronázza a királynét. Ha és amennyiben az esztergomi érsek nem ér rá, akkor a veszprémi püspök ken és koronáz. Nem lehet tudni pontosan, milyen koronával koronáztak. Volt állítólag Veszprémben őriztek egy királyné koronát. Adelhaid Szent László felesége óta, és aztán rossz nyelvek szerint II. András hóna alá csapta ezt a koronát, és a Szentföldre menő hadjárat költséget fedezendő elvitte magával, és azon mód a tengeren túl pénzé is tette. Aztán arról szólt, hogy a magyarok nem engedték azt, hogy ne a szent koronával koronázzák a királynékat, mert csak az lehet fölkent fő bármilyen nemtől függetlenül, hogyha bizony a szent korona az ő fejére kerül valamilyen módon. Tehát később meg az történt, hogy a királyné koronával a veszprémi püspök koronázott, de az esztergomi érseknek a királyné egyik vállához kellett érintenie a magyar szent koronát, és akkor az volt hivatalos. Ez volt hivatalos. Így van. Ebben a történetben két dolog biztos, és semmi sem biztos.
az a valószínű, hogy a királynék a koronázási ékszer felségjelvényekből koronát és jogart kapott más, sem, tehát sem kardot, sem gyűrűt, mert hogy a jogar a középkorban a királyné kezében nem azt jelentette, mint a férfiéban, hanem az volt a könyörület, az irgalmasság és az elesettek iránti megbecsülés szimbóluma.